Köszöntöm nézőinket, Bence Péter vagyok, Völgységi magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai alkalommal. Nemzeti Összetartozás napja Kakasdon. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli a Nagymányoki Kórus. 9 kisgyermek búcsúzik a Kéki óvodától. Közösségépítés Kisvejkén. Kakasdon is sokan vettek részt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezéseken. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarországot történelme legnagyobb sorscsapása érte, területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig közel 65%-át veszítette el. Hazámban mindig otthon vagyok, hiszem, hogy én is jó magyar vagyok. Kakasdon a Belassi haranglábnál tartottak megemlékezést, ahol többek között a helyi általános iskola diákjai készültek műsorral. Selné Simcsik Orsolya polgármester beszédében a nemzeti összetartozás jelentőségét emelte ki. Június 4-e az 1920-as trianoni békediktátum napja, melyet az országgyűlés több mint egy évtizede, 2010-ben a Magyar Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az országgyűlés törvényben kimondta, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleve. Ezeknek a soroknak a valódiságáról bárki megbizonyosodhat, aki az országhatáron kívül több száz kilométerre akár magyar lakta területekre látogat, akár Erdélybe, Székelyföldre, Felvidékre, a Délvidéke, vagy éppen Kárpát-alján barangol. Magyarul írnak, magyarul beszélnek, és a szóval egyedül felül magyarul gondolkodnak. Sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy magyarabbul, mint mi magunk. Büszkék magyarságukra, küzdenek érte, hangosan, könnyezve éneklik a himnuszt. Megtapasztalhatjuk ezt akkor is, mikor Kakasdra érkeznek testvértelepüléseink. Örömmel, boldogan repülnek felé, mint magyarokhoz, s könnyezve, meghatódva búcsúznak. Véleményem szerint ezt minden magyarnak látnia kell, de hogyha olyan magyarokat fogad, akik magyar lakta területekről érkeznek, szintén megtapasztalhatja, nem kell hozzá elutazni. Egy csoda az, hogy több száz éve szétszakított magyarságot, a fizikailag elválasztott magyarságot, lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. Hozzátette, a felnőtteknek a gyerekekkel együtt kell ünnepelnie azt az erőt, amely életben tartotta a magyar nemzet egységét. És életben tartja, úgy ítélem meg ma is, és bízunk benne, hogy erőt ad a külhoni magyarságnak ahhoz a küzdelemhez, hogy megőrizzék magyarságukat. Volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar erő szerzett vitéző, és magyar szív és ész tartott meg bizony. Ez egyszer évnek évre könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat a drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy milyen volt a kedves Pozsony, hogy királyokat koronáztak egykor, s legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de nem lesz még egyszer Magyarország. Kakasdon több évtizede emlékezünk július 4-én az 1920-as, párizsi trianoni békediktátum napját ünnepeljük, és azt, hogy az országgyűlés 2010-ben, tehát több mint egy évtizede ezt a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A Kakasd is több testvértelepüléssel rendelkezik, az országgyűlés tartalmát próbáltuk valóságban megmutatni, és azt, hogy itt a kakasdiakhoz, hogyha testvértelepüléseinkről hatalmas szívvel megérkeznek, milyen szomorúan távoznak, és ennek mi a háttértörténete. Egy csoda az, hogy itt a
több mint 100 éve szétszakított magyarság, fizikailag, államhatárokkal szétszakított magyarság lelki összetartozását nem tudták szétszakítani. Ezt próbáltuk itt a gyerekeinkkel együtt megünnepelni, azt, hogy ez az erő, ami eddig elvezetett, tartson ki a továbbiakban is, és adjon erőt a külhoni magyarságnak is, a magyarságuk megőrzéséhez. A rendezvény zárásaként a 102. trianoni évforduló alkalmából 102 másodpercig harangoztak a településen. 45 esztendeje annak, hogy létrejött Nagymányokon az a kórus, mely alapját adta a német kisebbség szerveződéseinek. Az ünnepségre meghívót kaptak a környék német énekkarai is. Az évfordulón megemlékeztek Kretzer Józsefről, a látássérült Citerásról, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a német zenei kultúra tovább éljen a településen. Az összes résztvevő színpadra állt egy közös dal erejéig, hogy megünnepelje a 45 esztendején létrejött Nagymányoki német énekkart. 1976-ban Wushing Ágota és Kretzer József közös gondolataként alakult meg az énekkar, és nem sokkal ezután a néptánc csoport is. Jelenleg működik óvodás, két iskolás, ifjúsági és egy felnőtt csoport is. Az egyesületben jelenleg több mint 150 tag tevékenykedik. Szerencsére megmaradt a régi összetartás, mert ez 1976-ban is úgy alakult, hogy először a kórus alakult, aztán rögtön rá egy évre a tánccsoport, és ugyanazok a tagok voltak átfedéssel. És aztán utána, ahogy ugye öregedett az ember, úgy egyre inkább a fiatalok kerültek előtérbe, a táncoltak, az idősek maradtak énekesek. De most is például a mai napra az összes tánccsoporttag segített a termet feldíszíteni és mindent. Ez egy család, amiben mindenkinek megvan a maga helye és dolga, mondta Herger Éva, a Glückauf kórus vezetője, aki 2 évtizeddel ezelőtt vette át a csoport szakmai irányítását. Ez egy életforma igazából, tehát a hagyományőrzés az nem csak egy ilyen elcsépelt valami, hogy őrizzük a hagyományt, hanem én azt gondolom, hogy a lángot kell éltetni és továbbadni. Nekem van egy kis gyerekkórusom is az iskolában. Nagyon nagy a különbség nyilván itt a 60-80 éves átlag életkorú felnőtt kórusom és a 10 éves gyerekkórus között, de próbálom átfedni most úgy, hogy a tánccsoportosokat is próbálom bevenni. Tehát az előregedés, harcolunk az előregedés ellen igazából, de azt gondolom, hogy nagyon, tehát olyan egység van, olyan összetartás, hogy meg fogjuk ezt oldani. És a hagyomány szeretetét és az új ének szeretetét, tehát a régi mellett az új szeretetét is próbálom átadni. Hát 20 év alatt azért ők lettek a második családom. Azért lássuk be, gyerekeim születtek közben. Most például az államvizsgámon mindenki imádkozott, ez most volt ezen a héten. Érzem a szeretetüket, róluk írtam a szakdolgozatot, a mindennapjaim részei. Együtt állunk az elhunyt családtagok sírjánál, együtt vagyunk születésnapokon, az esküvőmön, mindenhol együtt. Egymásra kíváncsiak vagyunk, és ez szerintem nem az, hogy ritka, de ez kell a mai világban. Egy nagyon jól működő családban vigyáznak az idősekre, és meghallgatják bölcsességeiket. Így van ez itt is. Az alapítók közül alig néhányan vállalkoznak arra, hogy rendszeresen részt vegyenek a munkában. Közülük egyik, Hadikfalvi Istvánné Elza néni, aki azt is elmesélte, volt olyan idő, amikor csak nagyon nehezen tudták, ahogy mondja, őrizni a lángot. Volt a faluban egy vak zenész, aki megtanult vakon citerán játszani, tudott hegedülni, és ha kellett, orgonált is. És ő őrizte ezeket a dalokat abban az átkos időszakban, amikor nem lehetett még megvallani magunkat annak, amik vagyunk, a származásunkat, viszont születésnapokon, disznótorokon, vagy szüretkor, amikor zárt társaság volt, akkor hozta a citeráját, és énekelt nekünk. Na most, amikor láttuk, hogy mi nem okozunk senkinek gondot ezzel, nem háborgunk senki ellen, hanem a magunk örömére őrizzük ezt a kincset, akkor úgy határoztunk, hogy alapítunk egy csoportot, akik szeretünk énekelni, akik jól érezzük magunkat együtt, és akkor ez kezdődött el 45 évvel ezelőtt. Először az iskolás gyerekekkel, és akkor bővült a kör a felnőttekkel.
és hát most már elég sokan megfogytunk, nagyon kevesen maradtunk a régi csapatból, de az összetartás az nagyon sokat számít. Ez egy közösség lett a faluban, mi mindig számíthatunk egymásra, mindig jó együtt lenni, úgyhogy szeretünk is együtt lenni, és ma ezért jöttünk össze, hogy rá is emlékezzünk, és megünnepeljük azt, hogy még vagyunk. Vannak itt olyanok, akik idősebbek nálam, és vagy tudnak jönni, vagy nem tudnak már közlekedni, de őket is felkeressük, és nekik is örülünk mindig. Az elmúlt 45 év egy folyamat, amelyben a felnövekvő generációk látták elődeik erőfeszítését a saját kultúrájuk védelme érdekében. Elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy család. A kezdetektől fogva ugye mindenki családostul vesz részt benne. Ez a mostani táncosokról, énekesekről ugyanúgy elmondható. Én most, ha az én családomat merem fölhozni, akkor azt mondanám, hogy édesanyám énekel, én és a férjem táncolok, meg a legnagyobbik fiam és a legkisebb, és a középső harmonikázik. Tehát ők ebben nőttek bele, ebbe születtek bele, és teljesen természetes nekik, hogy ők ebben részt vesznek. És ugyanaz elmondható a többi táncosról is, akik az én generációm, az ő gyerekeik ugyanúgy részt vesznek ebben. És így tudjuk továbbadni igazából ezeket a hagyományokat, amiket őrzünk még. De ezen kívül vannak nagyon sokan, akik újra csatlakoznak, vagy újként csatlakoznak, főleg gyerekkorban, és ha ők ebbe beletanulnak, beleszoknak, megmaradnak. Nagyon szeretnek nálunk lenni, és azt is elmondhatom talán, hogy minket megtalálnak általában az olyan tagok is, akik mondjuk máshol nem annyira befogadottak, és itt családra lelnek, tehát egy jó közösségre, ahol jól érzik magukat, és barátokra lelnek. Nekem mindig is szívem csücske volt ez a hagyományőrzés, mindig is szerettem csinálni, és most is azon vagyok, hogy minél több gyereknek az iskolában is átadjuk ezeket a hagyományokat, szokásokat. A két óvodában 27 gyermek tölti együtt a mindennapjait, ahol számos készséget sajátítanak el. Az intézmény falai között lehetőségük van ismerkedni a német nyelvvel és néptánc lépésekkel is. Ebből is kaptak ízelítőt a leendők, kiselsősök, ballagó műsor alkalmával a résztvevők. Színes sívák ingecskéje, elillant a zöld szépsége. Táncol, amit fúj a szél, téli többször útra kér. A Kétyi óvoda udvara megtelt ünneplőbe öltözött felnőttekkel és kisgyermekekkel. A leendő kis elsősök búcsúztak el társaiktól, az intézménytől és a pedagógusoktól, akik végig kísérték eddigi fejlődésüket. Egy vegyes csoporttal működünk, most jelenleg 27 gyerek jár, ebből 9 megy iskolába, heten zombára, ketten pedig kakasdra, mivel ők elköltöznek. Próbáljuk a zombai iskolába vagy óvodába, ami van, mi is biztosítani a gyerekeknek, így van heti egyszer délután német kuckó, középső és nagy csoportosoknak, heti egyszer néptánc, azon kívül van logopédia, a szokásos, van gyógytestnevelés, és van fejlesztő pedagógus, mert két hallásérült gyermekünk is volt. Igyekeztem úgy összeállítani a kis évzáró műsorunkat, hogy történetbe ágyazva. Itt most a gyerekek az iskolát keresték, nem találták, és varázsképet raktak ki. A varázskép darabkákat pedig próbákkal kapták meg. Próbák voltak a tánc, az ének, a vers, a német, és így kiraktuk a kis képet, és így búcsúztunk el. A szülők elégedett mosollyal az arcukon nézték végig szemük fényei szereplését, akik nagy lelkesedéssel adták elő a kis történetet, aminek a végén meglelték az iskolát. Ilyen kis komplex műsorunk a karácsony is, abba ágyazzunk bele történetbe, anyák napját is, farsangot is, és az évzárót is.
Nem vesznek fájó búcsút szerintem, mert holnaptól újra jönnek óvodába, tehát ez nem tűnik föl nekik. Meg van testvér, és itt mennek el nap mint nap az óvoda előtt, jönnek a testvérekért, bejönnek, mesélnek, megmutatják az iskolafüzetüket, úgyhogy nem válnak el végül is sehogy se. A település polgármestere is örömmel tett eleget az óvodás gyermekek meghívásának, mint mondja, mindig szívmelengető érzés nézni, hogy milyen lelkesen adják elő azokat a műsorokat, melyekre hosszú heteken át készülnek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Sajnos nekünk az iskolánkat 2008-ban be kellett zárni, de azóta az óvodánk nagyon szépen működik, és nagyon jól működik. Mindent megteszünk azért, hogy a kisgyerekek a lehető legjobb körülmények között legyenek, és ezt nekünk ők minden évben meghálálják, ilyen műsorokkal, mint amit most is hallottunk. Az iskolát azt elengedtük, annak nincs létjogosultsága, a bölcsödét azt a zombai intézménytársulásba oldjuk meg. Az óvodánk az egy-két játék kivételével, amit még szeretnénk akár ide az udvarra, vagy be a csoportszobákba, még az vissza van, de egyébként az óvodánk az teljesen föl van ütve, és minden rendben van vele. Jó lenne, hogyha egy kicsit több gyermek születne, de hát ugye ebbe nem lehet, hogy úgy mondjam, fölülről beleszólni. Mindenki saját maga eldönti, hogy mit tud vállalni. Mi minden gyereknek nagyon örülünk, minden gyereket támogatunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy az utánpótlás is, mint a képeken is látszik, fogalmazhatjuk így, rendben van, és az óvodánk létszáma igaz, hogy most 9-el kevesebb lett, de biztosítva van a következő időszakra is. A Kétyi óvoda gyermekei német tudásukat is bemutatták a ballagás alkalmával. Az ünnepi műsor végén az önkormányzat nevében a települést vezető adott át egy kis ajándékot az intézményből elballagó lurkóknak jó kívánságaival együtt. A szülők számára nagy könnyebbség, hogy Kétyi is azon települések közé tartozik, ahol van óvodai ellátás. Nekem nagyon fontos, hogy itt van a faluba, mert akkor gyerekek is jobb érzenek magam, nekem is, mert itt van a munkahelyem, meg örülök, hogy itt vannak, mert nem idegen helyen menni, nem kell buszozni, nem kell autózni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt a saját faluba, és gyerekek jó éreznek magam. Mi éltünk Ausztriába, és tudom különbség tenni a két nagyobbik gyerekek, míg a két kisebb, és nagyon nagy különbség, én nagyon elégedve vagyok itt Magyarországon, és két javodá. A pillanatra, míg az iskolapadban ülhetnek a Kétyi leendő elsősök is, nem kell már sokat várni, addig is élvezik az önfelett óvodai létet. Kisvejke alig több, mint 400 lelket számláló település. A lakosok jelentős része vagy nyugdíjas, vagy gyerek. Így aztán a kicsiknek rendezett gyereknapon a nagymamakorúak is kivették a részüket a szervezésből és lebonyolításból. A településen most az a cél, hogy olyan házat hozzanak létre, mely segíti a közösség építését. Szirénázó rendőrautó és füstölgő égőolaj. Mielőtt bárki valami tragédiára gondolna, szó sincs erről. Kisfegyén a gyerekeknek rendezett programon láthatták, milyen, ha ott felejtik az olajat a tűzön. De azt is kipróbálhatták, milyen kiképzésen kell részt venniük a tűzoltóknak a füstsátorban. A völgységi kis településen alig több mint 400 ember él, és a falu vezetése most azon munkálkodik, hogy igazi közösségé formálja az ott lakókat. Ez a rendezvény is ezt a célt szolgálta. Mivel nem csak településvezető vagyok, hanem a település pedagógusa is, óvonője is vagyok, én úgy érzem, hogy ez szívből jön, hogy a gyerekeket összefogni, egy kicsit nevelni, egy kicsit tanítani, de amint látták, ez könnyen megy, mert a gyerekek is benne vannak, ebben szeretik ezt csinálni. A gyerekeknek is azt kell, hogy egyfajta közösséget építsünk. A Covid hatása érződik az embereken, és leginkább a gyerekek lelkében, mondja Farkas Jókai Noémi. Ezért is fontos feladat, hogy segítsük újra kinyitni a kapukat egymás felé.
majdnem 2 évet ölelt fel ez a járvány, megnehezítette a közösségépítési célunkat, amit a megújuló testület legfontosabb céljának tekintett, közösséget építeni Kisvejkén, mert hiába bármilyen jellegű fejlesztés is, akár gazdasági, akár ha nézzük az új játszóterünket, amit a tavalyi évben tudtunk megvalósítani közel 5 millió forintból a Magyar Falu program segítségével, teljesen fölösleges, ha nincs közössége a településnek. Tehát minden olyan programot próbálunk megragadni, magunkénak élni, és minél több embert bevonni ebbe, ami közösséget épít. Én nem mondanám azt, hogy szétesőben volt a település, én azt mondom, hogy nagyon különböző generációk vannak. Tehát ha azt nézzük, hogy a település nagy többségét nyugdíjasok és gyerekek alkotják, nagyon kevés az a középkorú korosztály, aki ezt a kettőt átívelni tudja. Éppen ezért nekünk fontos az, hogy a nyugdíjasokat is megmozgassuk. Örömteli hír, hogy a nyugdíjasok elkezdtek szerveződni, nyugdíjas klubot szerveznek, és most így a gyerekeket összefogva, azt gondolom, és beállt közénk, amint látták, egy 67 éves nyugdíjas nagymama is táncolni, én azt gondolom, hogy a nyugdíjasok nagyon sok mindent át tudnak örökíteni a gyerekeinkre, úgy azokat a dolgokat, amit mi dolgozó szülők, ugye nem tudunk, mert rohanunk az élet adta forgatagban, a nagymama, a nagypapa, azt gondolom, hogy nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy a két generációt összehozzuk. Ez a jól ismert Jeruzsálem örömtánc, melyet számtalan közösség tanult már meg. Itt Kisvejkén valóban minden korosztály részt vett a tánc betanulásában, és a közös mozgás közelebb hozta a korosztályokat. Én úgy érzem, hogy kötelességünk, hogy a közösségépítés céljából, hogy mindannyian részt vegyünk a közös feladatokból és a játékokból egyaránt. Ha együtt vagyunk, erő vagyunk, és sok mindenre képesek is. A jövőbeni tervekben szerepel egy olyan épület létrehozása, mely a különböző korosztályoknak ad találkozási lehetőségeket. A településünk, a testületünk egy közösségi házban gondolkodik a TOP Plus pályázat terén. A régi hivatal épületét szeretnénk egy közösségi háza energetikailag felújítani, hiszen egyébként elkalódna, elvészne ez az épület, de szeretnénk a nyugdíjasoknak is, a gyerekeknek is teret adni, és a két generációt összehozni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!